Több mint egy évtizede az Orbáni gazdaságpolitika uralkodik hazánkban. Forintgyengítés, növekedő államadósság, kormányzati korrupció. Ezek együttesen okozzák az Orbáni inflációt. A DK előre megmondta, minél tovább marad hatalomban Orbán Viktor, annál tovább zuhan a forint és drágul minden. A Fidesz most megszorításokkal és adóemelésekkel akarja megállítani a válságot. Áthárított különadó, élelmiszer és gyógyszeradó, a kata eltörlése. Szerintük az embereknek kell viselniük az Orbáni infláció következményeit. Szerintünk az Orbáni inflációt és az okát kell megszüntetni. Az Orbán rendszert, amely tönkretette Magyarországot.